A kínos kupakudarc után ismét felerősödtek azok a hírek, miszerint Zinedine Zidane állása veszélyben van a Real Madridnál. Íme a Paris Saint-Germain terve Lionel Messi elcsábítására. Üdvözlünk titeket a Tiki Taka TV-n, ahol a mai videóban az Unibet támogatásával beszámolunk nektek a foci világ legérdekesebb híreiről. A madridi AS című spanyol sportnapilap szerint a Paris Saint-Germain az idén-nyári átigazolási időszakban újabb nagy bevásárlást tervez, és Párizsban egy olyan szupercsapatot építenének, amelynek végre valós esélye lehet a hőnáhított Bajnokok Ligája trófea megnyerésére. Ugyan a koronavírus miatti bevételkiesés a világ szinte valamennyi klubjánál komoly pénzügyi nehézséget, már-már csőd közeli helyzetet okoz, de még mindig van néhány egyesület, amelynek kis túlzással meg sem kottyan a mostani válság, ami lehetőséget biztosít számukra akár arra is, hogy versenyképesség tekintetében messze lehagyják a rivális csapatokat, akár olyan értelemben is, hogy elszipkázzák tőlük a legnagyobb sztárjaikat. A Paris Saint-Germain pedig minden kétséget kizáróan ezen klubok közé tartozik, köszönhetően a dúsgazdag katari tulajdonosának, Nasser El-Khelaifinak, aki megállás nélkül pumpálja a pénzt a párizsi csapatba. Nem lesz ez másképp állítólag idén nyáron sem, a hírek szerint ugyanis a PSG-nél ismét nagy bevásárlást terveznek, melynek keretein belül jelenkorunk egyik, ha nem a legkiválóbb játékosát, Lionel Messi is Párizsba csábítanák. Mint köztudott, a hatszoros aranylabdás argentin klasszis szerződése a szezon végén lejár a Barcelonánál, a PSG pedig egyike azon kluboknak, amelyek komolyan érdeklődnek Messi iránt, aki számára a jól értesültek szerint olyan ajánlatot készítenek elő a francia fővárosiak, amely szakmailag és természetesen pénzügyileg is vonzó lehet a dél-amerikai sztárnak. Egyesek szerint már a honfitárs Mauricio Pochettino kinevezése is Messinek szólt, és állítólag az ő kedvéért próbálják majd a támadó legjobb barátját és válogatott beli csapattársát, Sergio Aguero-t is Párizsba csábítani, ami egyáltalán nem tűnik kivitelezhetetlen feladatnak, lévén a jelenleg a Manchester City-t erősítő argentin támadó szintén szabadon igazolható lesz a nyáron. De Neymar is egy aduász lehet a PSG kezében, hiszen a brazil szintén remek barátságban van Messivel, nem véletlen, hogy a párizsiak mindenképpen szerződést akarnak hosszabbítani vele, mint ahogy az Aguero-hoz hasonlóan szintén válogatott beli csapattárs és jóbarát Angel Di Mariával is, akinek az eredeti megállapodása ugyancsak lejár idén nyáron. De mellettük állítólag a Tottenhamet erősítő Dele Alli és a Real Madrid csapatkapitánya Sergio Ramos is ott van a PSG kívánságlistáján. Egy ilyen sztárokkal és barátokkal teletűzdelt csapat pedig biztosan vonzó lenne Messi számára. Persze, ha még sikerül is Messit Párizsba csábítani, nagy kérdés, hogy a franciák miből állnák a csillagászati évi 50 millió eurót is meghaladó fizetését. Mert hogy annyira azért a PSG sem áll jól anyagilag, hogy ennyi világklasszist foglalkoztasson, így ahhoz, hogy Messi érkezzen, valakitől meg is kellene válniuk. Az ásnál pedig úgy számolnak, hogy ez alig, hanem Kylian Mbappé lenne. És bár a PSG sportigazgatója Leonardo a napokban úgy nyilatkozott, hogy vele is hosszabbítani szeretnének, a francia támadó a hírek szerint továbbra is inkább afelé hajlik, hogy új kihívások után néz, és a nyáron távozik a csapattól, vélhetően a Real Madridhoz. Érte pedig akár 150-200 millió euró is befolyhat a PSG kasszájába, amely már lehetővé tenné Messi csillagászati fizetésének biztosítását. És persze nem csak Mbappé lenne az egyetlen bevételi forrása a párizsiaknak, mert hogy a hírek szerint Leandro Paredes és Thilo Kehrer is átadó listán van, az ő eladásaikból pedig további 40 millió eurós plusz bevételt remélnek. Visszatérve Messihez, a katalán sportsajtó szerint a Barcelonánál rendkívül felháborodtak azon, hogy a Paris Saint-Germain stábjából az elmúlt időszakban többen is a nagy nyilvánosság előtt beszéltek az argentin klasszisukról. Előbb a sportigazgató Leonardo nyilatkozta azt a France Footballnak, hogy Messi valóban ott van a kívánság listájukon, és figyelemmel követik a helyzetét, majd az edző Mauricio Pochettino következett, aki az egyik spanyol lapnak adott interjújában úgy fogalmazott, hogy nagy álma válna valóra, ha együtt dolgozhatna honfitársával. A spanyol sajtó egyébként úgy véli, hogy a Paris Saint-Germain részéről ezek a nyilatkozatok egy tudatos terv részei, amelyek Messi elcsábítására irányulnak, illetve arra, hogy a két csapat februári Bajnokok Ligája meccse előtt egy kis felfordulást okozzon a Barcelona öltözőjében. A La Liga címvédője a Real Madrid szerda este hatalmas meglepetésre egy roppant kínos 2-1-es vereséget szenvedett a harmadosztályú Alcoyano otthonában, a spanyol királykupa negyedik fordulójában, így Zinedine Zidane csapata idejekorán búcsúzni kényszerült a sorozat további küzdelmeitől. Nem csoda, hogy a spanyol sportsajtóban újfent arról cikkeznek, hogy a francia tréner állása komoly veszélyben van Madridban.
A Real Madrid idei szereplését leginkább egy hullámvasúthoz lehetne hasonlítani, hiszen egy-egy jobb, győzelmekkel teri időszakot mindig egy gyengébb, váratlan és megalázó pofonokkal tarkított periódus követ. Ez utóbbiaknak, vagyis a hullámvölgyeknek pedig ez idáig rendre akkor lett végük, amikor a spanyol sajtó arról kezdett el írni, hogy egy újabb vereség Zidane állásába kerülhet. Az első ilyen eset még a szezon elején történt, amikor is a bajnokságot 3 győzelemmel és egy döntetlennel indító királyiak nagy meglepetésre 1-0-ás vereséget szenvedtek odahaza az újonc kis csapat a Cádiz ellen. Majd 4 nappal később a Bajnokok Ligája csoportkörében a koronavírusos megbetegedések miatt rendkívül tartalékosan felálló ukrán Shakhtar Donetsktől is kikaptak, úgy szintén hazai pályán 3-2-re. A donetszkiektől elszenvedett vereség másnapján a spanyol sajtó már arról írt, hogy Zidane ultimátumot kapott a Real vezetőségétől, amely szerint, ha a csapat a következő 2 meccsét, a Barcelona elleni El Clásicót és a Mönchengladbach elleni BL találkozót elveszíti, akkor felállítják az együttes kispadjáról. A francia mester azonban jól vette az akadályt, hiszen a katalánok otthonában 3-1-es győzelmet arattak a madridiak, a németek elleni idegenbeli BL találkozón pedig 2-2-es döntetlent értek el, amely eredményt figyelembe véve, hogy a Borussia a 87. percben még 2-0-ra vezetett, mindenképpen sikerként lehetett elkönyvelni. Zidane tehát akkor sikeresen megmentette az állását, ráadásul a Real a következő 2 tétmeccsét is megnyerte, ezt követően azonban ismét zuhanó repülést vette a fővárosi csapat. A következő 5 találkozóból ugyanis 3-at is elveszített, és mindegyik esetben egy náluk jóval gyengébb játékerőt képviselő csapattól kaptak ki. Az idei szezonra alaposan meggyengülő, így a kiesés ellen küzdő Valencia 4-1-re, a szintén a tabella alsó felében helyet foglaló Alaves 2-1-re, míg a Shakhtar Donetsk, amelynek a Mönchengladbach 2 meccsen 10 gólt lőtt, 2-0-ra verte őket. Eme rossz széria után pedig ismét felerősödtek azok a hírek, miszerint a Real vezetősége kezdi elveszíteni a türelmét Zidannal szemben, és amennyiben nem jutnak tovább a Bajnokok Ligája csoportjukból, amelyhez fogható a BL történetében még soha nem történt meg a klubbal, akkor utilaput kötnek a tréner talpára. Erre minden esély meg is volt, hiszen egy fordulóval a vége előtt a Real csak a 3. helyen állt a kvartettjében, és csak is akkor lehetett esélye a továbbjutásra, ha a B csoport utolsó játéknapján megveri odahaza a csoport élén álló Mönchengladbachot. Zidanék azonban ezúttal is megemberelték magukat, és miután 2-0-ra legyőzték a németeket, kvalifikálták magukat a Bajnokok Ligája legjobb 16 csapata közé. Ráadásul ezt követően egy újabb sikerszéria következett, hiszen a blankók a következő 4 bajnokiukat egyaránt megnyerték, köztük az éllovas Atletico Madrid elleni városi derbit is, és az 5. helyről a 2. pozícióba léptek fel, minek után úgy tűnhetett, hogy sikerült végleg kikászálódniuk a hullámvölgyből. Ám ezúttal is korai volt az öröm, mert hogy a következő fordulókban ismét megmagyarázhatatlan eredményeket produkáltak, elég csak a 2 egyaránt a kieső zónában helyet foglaló csapatok, az Elche és az Osasuna elleni idegenbeli döntetlenekre gondolni, ezekkel a pontvesztésekkel pedig komoly lépés hátrányba kerültek a La Liga élén álló, a tabellát magabiztosan vezető Atletico Madriddal szemben. És ha a gyenge bajnoki szereplés még nem lenne elég, akkor múlt héten a spanyol szuperkupában is leszerepeltek, hiszen az elődöntőben 2-1-es vereséget szenvedtek az Athletic Bilbaótól, így a döntő nagy meglepetésre nélkülük került megrendezésre. A madridiak mentségére legyen mondva, hogy a bilbaóiak a fináléban a Barcelonát is meg tudták verni, és megnyerték a trófeát. Azonban a szerda esti harmadosztályú Alcoyanoval szembeni spanyol királykupa kudarcot és kiesést semmivel sem lehet megmagyarázni. Zidane ezen a találkozón elsősorban azoknak a játékosoknak adott lehetőséget, akik ezidáig kevés játékperchez jutottak, így többek között Lunin, Odriozola, Eder Militao, Marcelo, Isco és Mariano Diaz is ott volt a kezdőben, és egészen a 80. percig úgy tűnt, hogyha nehezen is, de a Real hozza a kötelezőt és tovább jut a párharcból, hiszen Militao 45. percben szerzett góljával náluk volt az előny. Ekkor azonban Solbes révén az Alcoyano egyenlíteni tudott, és ezzel a kis csapat hosszabbításra mentette a találkozót. Zidane a ráadásban aztán pályára küldte Asensiót, Toni Kroost és Eden Hazard is, a Real pedig hatalmas rohamokat indított a győzelem megszerzéséért, azonban a helyzeteket egyre másra kidolgozó és kihagyó fővárosiaknak semmi sem akart összejönni. Az igazi rémálom viszont csak ezután következett a madridiak számára, hiszen hiába kerültek a 110. percben Ramon López kiállítása miatt emberelőnybe, volt, mégis a hazaiak tudtak szerezni, akik egy gyönyörű kontratámadás végén Juanan Casanova 115. percben lőtt góljával megnyerték a meccset, és kiejtették a kupából a 13-szoros BL győztes Real Madridot. Nem vitás, hogy a Real története egyik legkínosabb vereségét szenvedte el az Alcoyano ellen, ugyanakkor a vezetőedző Zinedine Zidane szerint csapatának nincs miért szégyenkeznie.
Természetesen egy harmadosztályú csapatot illene legyőznünk, ám ez nem sikerült. Ennek ellenére nincs miért szégyenkeznünk, előfordul ilyesmi. Szomorú ez a nap, mert nem szeretünk veszíteni, azonban a kiesés ellenére sem veszítjük el a fejünket, alaposan átgondoljuk a helyzetet és dolgozunk tovább, nyilatkozta a találkozó után a francia tréner, aki szerint egyébként teljesen normális, hogy egy-egy vereség után felerősödnek az esetleges menesztéséről szóló hírek. Ha kikap a csapat, bizonyos dolgokról elkezdenek beszélni. Én vagyok az edző, így a felelősség az enyém, de egyáltalán nem aggódok. Lesz, ami lesz, tette hozzá a 48 esztendős szakember, aki alatt a spanyol sajtó szerint minden eddiginél erősebben inog a kispad Madridban. És nem csak a gyenge eredmények miatt, hanem mert a vezetőknek egyre inkább kezd elegük lenni abból, hogy Zidane képtelen vagy csak nem akarja beépíteni az új játékosokat a csapatba, akik közül többekért is hatalmas összegeket fizettek. Ezek közé tartozik például a középhátvéd Éder Militao is, akiért 2019 nyarán 50 millió eurót fizettek a Portónak, azonban a brazil játékos másfél év leforgása alatt mindössze 24 meccsen kapott lehetőséget Zidane-tól. Militao ebben a szezonban pedig végképp parkolópályára került a franciánál, hiszen eddig csupán 344 percet töltött a pályán, és november óta egyetlen bajnokin sem játszott, ami egy ekkora összegért megvásárolt játékos esetében teljességgel érthetetlen. Ugyanez igaz a 63 millió euróért megvett Luka Jovicra is, aki a 2019-es leigazolása óta szintén csak elvétve kapott lehetőséget a franciától. Elege is lett a szerb csatárnak a folytonos mellőzésből, így januárban kölcsönbe visszatért a Frankfurthoz, ahol nem mellesleg az első meccsén a 62. percben csereként pályára lépve két gólt rúgott, azaz 28 perc alatt meglőtte azt a gólmennyiséget, amely a Reálban másfél év alatt jött össze neki. De nyugodtan említhetjük Martin Ødegaard esetét is, aki az elmúlt szezonban a Real Sociedad kölcsönjátékosaként kiválóan futballozott, így mindenki arra számított, hogy ebben az idényben Zidane végre lehetőséget ad neki és beépíti őt a csapatba. Ez viszont ez idáig sem történt meg. A norvég középpályás eddig mindössze 9 tétmeccsen kapott lehetőséget, és akkor is csak percek jutottak neki. Hogy Zidane terveiben mennyire nem szerepel Ødegaard, azt az is jól mutatja, hogy az Alcoyano elleni kupameccsre sem nevezte. Ezt megtudva pedig a 22 éves játékosnál állítólag végleg betelt a pohár, és arra kérte a vezetőséget, hogy adják őt kölcsönbe. De amiatt is egyre több kritika éri a tarmestert, mert könnyű szívvel lemondott olyan tehetséges játékosokról, mint a Tottenhamnek eladott Sergio Reguilón, az Internek értékesített Ashraf Hakimi, illetve az Atletico Madrid által megvett Marcos Llorente, vagy a Milánnak kölcsönadott Brahim Diaz, akik egytől egyig remekelnek új csapataikban. Ezek az esetek pedig mind-mind növelik a francia tréner és a Florentino Perez vezette igazgatóság közötti távolságot, és utóbbiak egyre inkább azon a véleményen vannak, hogy nem Zidane a megfelelő ember a Real Madrid vezetőedzői posztjára. Egyes vélemények szerint Zizou csak is akkor tarthatja meg állását, ha a La Ligában és vagy a Bajnokok Ligájában is győzelemre vezeti a csapatot, ám ezen címek begyűjtése a Real jelenlegi formáját és játékereit tekintve már-már a csoda kategóriába tartozna. Vannak, akik szerint Zidane sorsát illetően már a szombati Alaves elleni meccs végeredménye is döntő lehet. Ugyanakkor a Marca szerint a királyi klub vezetősége a szezon közben semmiképp sem akar edzőt váltani, és erre csak is a szezon végén kerítenének sort. Korábban egyébként Mauricio Pochettinónak, illetve a klub élő legendájának Raúl Gonzáleznek a nevét emlegették a leggyakrabban a sajtóban, mint Zidane lehetséges utódját, ám miután előbbi tréner időközben a Paris Saint-Germain edzője lett, így a spanyol média szerint immár a korábbi csatár kiválóság, azaz Raúl számít az első számú kandidánsnak a madridi vezetők körében, amennyiben edzőváltást kellene eszközölniük a csapatnál. De egyes források azt sem tartják elképzelhetetlennek, hogy a River Plate jelenlegi edzőjét, az egykori kiváló futballistát Marcelo Gallardót ültetnék le a csapat kispadjára, akinek a neve korábban egyébként a nagy rivális Barcelonánál is felmerült, amikor épp Ernesto Valverde utódját keresték. Míg Olaszországban az a hír járja, hogy a Milán és a Juventus korábbi sikeredzője Massimiliano Allegri is ott van a jelöltek között. Írjátok meg a véleményeteket a hírekkel kapcsolatban, ha pedig tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és további focival kapcsolatos tartalmakért iratkozzatok fel a csatornára.